Tessék nekem visszaadni az iskola pénzt, mert én nem tudok semmit. Karinti Frigyes. Minden ember természetem, hogy törekszik a tudásra. Arisztotelész. Legnagyobb cél pedig e földi létben ember lenni, mindig minden körülményben. Arany János. Valamit tanulsz magadnak, tanulod, Anatole France. Nem a tudásban van a boldogság, hanem annak megszerzésében. Edgar Allan Poe. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csüket, az erős megállja, Arany János. Tanulni éppen olyan szép, mint élni, gyakorlatilag. A tudás csak akkor tudjuk megemészteni, ha jó étvágyal fogyasztottunk. Anatole France. Istenem, de nehéz okos embernek lenni. Mixer kell. Ismeretek hiány, úttalan a világ. Gracien. Egymást tettük rá azzal, hogy tudunk. Most a való, mind elállunk. Madács Imre. Azért születtem, hogy mindazt, ami van, egy felmérhetetlen életben kifejezzem. Fáczi Mihály. Ismét a nyolcadikos lányok következnek egy sokaknak ismerős dallal. Jöjjön a Republik együttestől, az Ezt a Földet választotta. Thank you.
Elérkeztünk a nyolcadikosok búcsúzójához. A gyerekek által leírt gondolatokat Hanó Stefánia és Jakus László mondják el neki. Ahogyan a hetedikesek, mi is megkaptuk a fogalmazási füzetbe a feladatot Gizike nénitől a gondolatok gyűjtésére azért, hogy ne mások szavaival búcsúzzunk a saját ballagásunkon. Végül nem igazán sikerült sok újat írni. Kiderült, bennünk is ugyanazok az érzések kavarognak hetek óta, mint a mindenkori ballagokban. Ilyesmi. Mikor elsősök voltunk, alig ismertük egymást, de így a 8 évvel teltével nehéz lesz elbúcsúzni a pajtársainktól. 8 év alatt kiismertük egymást. Némelyik osztálytársammal olyan szoros kapcsolatban vagyok, hogy már szinte testvéremként szeretem. Hiányozni fognak a tréfálkozások, a bohóckodások és még sok dolog, amikor jól éreztem magam. Viszont ami egyáltalán nem fog nekem hiányozni, az a sok veszekedés. Emlékezetes marad a 7. osztálykirándulás. A különleges mátrai túra, amely örömmel és veszélyeit is jár, mégis boldogságot okozott. Izgalmas volt, amikor Bence, Roli és Kristóf feltévedte. Mi jó munkának találtuk, de a tanárok és a szülők nem annyira. Hiányozni fog a galombatizás az útfórán, és még a közös pocizás a szünetben a 7. osztályon. A hülyéskedés Andi nénivel, rajzórán és a napköziben. Poci versenyek és pociedzések Albert bácsival. Nem fognak hiányozni az unalmas órák, de magam is alig értem. Hiányozni fognak a 7-esek. A lányok fognak ezért a legjobban hiányozni. A mindennapok meghívott beszélgetései, az egymással való törődés, a sok közös emlék, jó és rossz egyben, a felelhetetlen élmények, a veszekedése és a kibékülése. Ez mind hiányozni. A humoros töri órák és csapatversenyek felejtetetlenek maradnak számunkra. Hiányozni fognak a tanórák, talán még a sok jó építő kritika is. A szokásos mondatok, amelyek minden órán elhagyták a tanárok száját. Vannak olyan dolgok, emlékek, amikhez nagyon ragaszkodom. És persze vannak olyanok is, amiket szeretnék elfelejteni. De nem megy, mert azok is hozzám tartoznak. Hiányozni fognak a szép napok az iskolában. Hiányozni fognak Zsolt és Kristóf viccei. Hiányozni fognak a barátok. Hiányozni fog az egész osztály. Hiányozni fognak a barátnőim. Az olykor apróságunkból kerekedett nagy veszekedések. Hiányozni fognak az együtt töltött napok, órák, percek, másodpercek, amiket beszélgetéssel, viccelődéssel és sajnos gyakran tanulással töltöttünk. Hiányozni fog az itt eltöltött 8 év biztonság. Nagyon jól éreztem magam az osztálytársaimmal, mert jó haverok vannak közöttük. Megismertem sok barátot, akikkel jó volt a tréfálkozás, a nevetés, a viccelődés. Milyenek lesznek az új tanárok? Hamarosan magam is fogok találkozni az új osztálytársaimmal. Egy teljesen más közösségbe kerülök majd, emiatt aggódom egy kicsit. Év elején még nem is igazán foglalkoztatott az a kérdés, mi lesz, ha elmegy? Ahogy közeledünk az év vége felé, kezdem azt érezni. Én nem akarok innen még elmenni. Minden nap, amikor bejövök az iskolába, nagyon szippantok a levegőből, mintha itt más lenne, mint az iskola kapuján kívül. Megállok az épületek előtt, majd elmosolyodok, elmerengek az eltelt 8 éven. Számtalan élménnyel gazdagodtunk, sok barátot szereztünk, megismertük, megszoktuk, megszerettük egymást. Most külön folytatjuk az utunkat, de mindig emlékezni fogunk az itt eltöltött szép évekre.